Itt állunk a Szexuális Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának standja előtt, és most pedig Sárosdi Bernadetthez, az iskola tagintézmény vezetőjéhez fordulok, és kérdezem, hogy milyen képzéseket kínálnak idéntől a diákok számára. Iskolán kétféle képzési utat kínál a 8-os diákok számára. Egyszer kínáljuk a technikumi képzést, ami egy 5 éves képzés, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló képzési lehetőség, hiszen 5 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget fognak szerezni a diákok. Nálunk az idén magas építő technikusnak tudnak jelentkezni, és viszonylag egy kis csoportot tudunk így beindítani. Ezzel is egy jó lehetőséget kínálva a diákoknak, hogy valóban egy piacképes értékes szakmát kapjanak, és ma tudjuk, hogy az építőipari szakmákra nagyon nagy a kereslet, és ezért azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy piacképes szakma. A szakképzésben jelentkezőket pedig többféle szakmával tudjuk megkínálni, többféle szakmát tudunk számukra kínálni. Vannak építőipari szakmáink, fémipari szakmáink, illetve szociális szolgáltatásban. Az építőipari ágazatban amilyen szakmákat kínálunk, azok a következőek. Köműves, festőmázoló, tapétázó, szárazépítő, illetve az ács szakmákat. A fémes szakmák közül hegesztőnek, épület- és szerkezetlakatosnak, gépi és CNC forgácsolónak tudnak hozzánk jelentkezni, illetve lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlom a szociális ágazatba a szociális ápoló és gondozó szakmát. Mikor lesz az iskolában a nyílt nap? Január 7-én kerül erre sor, 13 óra 30-tól. Rendben. Azt kérdezném még, hogy milyen szakmák iránt érdeklődtek leginkább a diákok ezen a pályaválasztási kiállításon? Hát nagyon-nagyon örülök, mert az építőipari szakmák iránt azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, így többen a köműves, a festő, illetve az ács szakmát, és a technikusi, magasépítő technikusnak is nagyon nagy az érdeklődés. A lányok pedig örömmel látom, hogy szociális ápoló és gondozó iránt is nagyon érdeklődnek. Szakképzőiskola lévén mi a szakiskolai képzéseink is vannak, amik a részszakképesítést tudnak biztosítani, hogyha elvégzik a tanulók a 2, illetve 3 évet. Itt részszakképesítéseket tudunk a tanulóknak kínálni, parkgondozót és szobafestőt. Illetve az idei évben sikerült egy pilot programba becsatlakozni, erre pedig azért volt lehetőségünk, mert egy nagyon jó tantestülettel és kiváló szakmai tudással birtokában áll az iskola. Egy orientációs évfolyamot is tudtunk indítani. Az orientációs évfolyamban azon tanulók jelentkezését várjuk, akik alapkompetenciáikba kissé hiányosak, illetve speciális igényű tanulókat várunk.